They will enter to initial a main break to the north of the runway. Csapot kérjük, azokat is használják. Nagyon fontos, hogy csak a dohányzásra kijelölt helyen dohányozzanak, hiszen nagyon veszélyes, fúj a szél, folyamatosan süt a nap, rendkívül száraz a talaj, úgyhogy könnyen felgyulladhat a fű, úgyhogy erre is szeretnék mindenkit megkérni, hogy figyeljen oda. És hát rátérnénk az algára. Elég nagy sürgés forgás van itt a repülőtéren. Hogyha a balra tekintünk, láthatjuk, hogy az orosz vitézeknek a repülőgépei, a Su-27-esek. Sajnálatos módon a közönség tagjai közül több mindenkinek beszakadna a dobhártyája, tehát ezért van az, hogy valamilyen szinten így látszólag a Su-27-esek egy picit lassabban repülnek, de ez biztonság szempontból nagyon fontos. Továbbá ez egy előttes. Ahogy azt mondtad, hogy megindultak az orosz vitézek, itt a kommentátor állás előtt lévő sátrakból felálltak az úriemberek. Ezt mondtam! Pozícióból, hogy nagyon szépen e-maild a szerkezetet, mi pedig tudná azért azt szolgatni. Egy nagyon szép bal. Igen, megijedtem, az az igazság, meg kell vallanom. Nem tudom, hogy mások megijedtek-e, de szerintem most ki is jöttek a nap erdők alól, az biztos, hogy mit zajomba nekünk. Azt látom, hogy azért szerintem egy érdeklődésre tart számot, hogy azon az igézők. Igen, a programon így kell változtatni, hogy egy kicsit előrébb hoztuk, hogy a közösség, a tisztelt repülő barátok, a repülő szerető emberek lássák. Balról jobbra, hallgassuk meg az orosz repülés ipar hajtóművét. Hoppá, villogott alattuk. Hát akkor kitették a lábakat. Hát arra gondoltam, hogy valami ott nem jelent. De futóművek kim vannak, kérem szépen, leszálló fényszóró. Világítanak, és aki lemaradt, most már lejjük, vagy egy másik fordulóban megütöttem. Így van, a főképezés. És ilyenkor bizony ilyen szélelőségben, amikor nagyon fogadják a csúszán. Hatalmas
hajtómű köré építettek szárnyakat, vezérséget, illetve egy kis törzset, hogyha most megtegyek megint a hasat, lehet, hogy nem lesz. Most mi történik a levegőben? Egy szép állás. Kétegessük, mindenki teget. Köszönjük, idézet. Igen, ez olyan tongáros jelenet, ha emlékszel még a filmben, amikor az orosz agresszorokra rárepültek az F-14-essel, irányítási rendszereket, és arra mennek rá, de a repülőgépen magára megvásárolják. Szabály alkalmazták, hogy szembe találkozáskor mind a kettő légierő jobbra köteles kitérni. Ez egy ilyen a jobb szabály, mert a felé fordult a nyúlra, ezt megbocsátjuk nekik. Nem. Még egyszer? De most szűrben nagyon állt. Láttam külön
elgurulni. Előttünk a román légierő, MiG-21. Teljesen elgurult előttünk. Köszönjük szépen a tapsot a pilótát, és beáll az állóhelyre, hűt, kikapcsol, és a pályára rá gurul, jól látom rá, a pályára a román légi erő. MiG-21-es. Úgy van, és az elmúlt. És gyorsi. Ó, igen, és ugye az elmúlt percben pedig a 27-eseket az orosz mitézeket láthattuk, és